Ez itt a Parallaxis. Öveket becsatolni. Indulunk. Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallaxis. Hát szeretettel köszönöm a Day of Stars résztvevőit, valamint a Tilos Rádió hallgatóit is, ugye Miklós szokolébresztő műsor. Igen, jó reggelt kívánok én is a Tilos Rádió hallgatóinak, akik kedden reggel fogják kérdezni ezt, de hol is vagyunk most, azt azért elmondom. Day of Stars, a Temi Fővárosi Művelődési Házban. Day of Stars kérlek szépen egy olyan esemény, ahol Star Trek, Star Wars és Csillagkapu is teret kap. Ez a három együtt, mit szólsz hozzá? Őrület, hogy nem szedik szét egymást az ember. Ilyen békességben ülnek itt, mindenki ugyan van, hogy teljesen jó az egész. Na de! Ugye a mai témánk az a lézer fegyverek, vagy hát energiafegyverek, hogyha általánosabban próbáljuk megközelíteni. De a skifi irodalomban már jó korán felmerült ez, hogy ne szilárd testekkel lövöldözzenek egymásra a karakterek, hanem valamiféle energia pisztolyokat használjanak. Konkrétan ehhez van nekem itt egy feljegyzésem. A Világok Harca című műben 1897-ben már volt egy olyan, hogy Hősugár, Heat Ray, valószínűleg ez volt az első említés, ami ilyen energiafegyverre van. Ez a Wells, akkor már mondjuk ki, hogy természetesen H.G. Wells klasszikusáról van szó. Köszönöm szépen a korrekciót, illetve a kiegészítést. Ehhez képest viszont magát a lézert az 1960-ban fejlesztették ki, úgyhogy jó időnek el kellett hozzá tennie, de hát ez sem az a lézer volt, amivel így hát kutyogtatni lehet egymásra. Az napjainkban jelent meg, ha jól tudom, a 2010-es években az Amerikai Egyesült Államok haditengerészete egy úgynevezett lézert fegyverrendszeres ilyen fegyvert hozott létre, amivel különböző ilyen repülőtárgyakat, meg csónakokon elhelyezett tárgyakat lövöldöztek le. És hát az az én, amit ott látunk a videón, az messze áll attól, hogy a Han Solo így az asztalon előkap egy kézifegyvert, mert hogy ez egy rohadt patárnak ilyen cucc, és nagyon nagy az energia igénye. Most ettől függetlenül, amit azzal eltalálnak, azért annak nem lesz jó napja, nem ezt mondom, de az még messze áll a skifikben látott megvalósítástól, és gyakorlatilag itt a lézer előállításánál Miklós, téged, mint fizikust kérdezlek, hogy mi a legnagyobb akadálya annak, hogy ez kisebb méretben állítsuk elő napjainkban, akár egy ilyen kézifegyverként felmerülhessen ennek a használata. Jó, hát igen, most vegyük végig ezeket a dolgokat, mert itt több dolog van, amire azért hozzászólnék, hogy egyrészt szerintem azok a igazi tyum-tyum lézerek, amikkel szét lehet zúzni dolgokat, az hogy kéne, hogy mi 2010-es években hallottunk valamit, de azoknak a fejlesztése 80-as évekig nyúlik vissza, amikor nem véletlen, azért kötelező elem, hogy ezt elmondjuk, mert az Ronald Reagan elnöksége alatt, ugye ez a hidegháborúnak a második legdurvább és befejező szakasza, amikor többek között lézerfegyverek űrbe telepítéséről volt szó, ez a Strategic Defense Initiative, vagyis stratégiai védelmi kezdeményezés, ami azonban a sajtóban kizárólag Star Wars néven futott. Tehát ezt konkrétan így hívták, akkor a New York Times-ban lehetett olvasni Star Wars így, Star Wars úgy. Ugye annak egyébként nem kisebb ember volt a szellemi atya, mint a Tellerede, akiknek ugye egyrészt a hidrogénbombát is köszönhetjük, meg ezt az SDI projektet is. És annak egy nagyon fontos eleme volt ez a lézerrel szétlőni műholdak a dolog, és természetesen titkosan, de ma már azért lehet tudni, hogy a 80-as években itt nagy előrelépések voltak. Ugye arról van szó, hogy
Természetesen a fénynek van nyomása. Ez úgy általában a hétköznapi életben nem szokott minket zavarni, de való igaz, hogyha valakire rávilágítok egy lámpával, akkor az kicsit hátrébb megy, vagy hát legalábbis hat rá egy olyan irányú egy. Na már most a lézer, az persze nem csak simán egy fény a láb, hanem, és ehhez kellett megérteni a kvantummechanikát, tehát ezért kellett 1960-ig várni, hogy az egy olyan lézernyalám, ahol úgymond térben és időben is koherens fény jön ki. Ezzel azt kell érteni, a térbeli koherenciát azt ugye mindenki érti, mert ez azt jelenti, hogy ha benyomunk egy lézerpontját, akkor egyenesen megy a fény, tehát hogy nem tart szét a nyaláb, mint amikor egy zseblámpát bekapcsolunk, hanem nagyon sokáig, nagyon kicsi széttartással tud menni, és emiatt természetesen nem az egész gömbfelületen szóródik szét a fénynek az energiája, mint mondjuk amikor, ugye, hogyha egy gyertyát vagy bármilyen pontforrást nézünk, akkor hogyha kétszer messzebb megyünk, akkor negyed annyi fényintenzitás jut a fejünkbe, mert a távolság négyzetében csökken a fényintenzitás. De hogyha sikerül megoldani azt, hogy nem gömbalagba terjedjen szét a fény egy sugárforrásból, hanem egyenesen menjen, akkor abba az egyenes tartományba jut bele az összes teljesítmény. Ez baromi nehéz volt megcsinálni, mert a térbeli koherenciához kellett az időbeli koherencia is. Ez viszont azt jelenti, hogy a lézernek nagyon egyetlen egy jól meghatározott frekvenciával jelezhető fénye van, tehát egy igazi egyszínű, monokromatikus fény a szó legtisztább értelmében. Na már most ennek a megcsinálásához kellett a kvantummechanika, hiszen például itt a körülöttük levő dolgok, amikor fényt bocsájtanak ki, akkor ugye általában az történik, hogy néha igazából egy véletlenszerű módon egy gerjesztett atom úgy gondolja, vagy egy gerjesztett elektron mondjuk úgy gondolja, hogy visszacsorog egy alacsonyabb energiaszintű pályára, és akkor az energiaszint különbségnek megfelelő fény kvantumot, energia kvantumot kibocsátja. Na, mert általában ez így hébe-hóba történik, és tök előrejelezhetetlen, hogy mikor. És ezért aztán nem is lehet erős fényt csinálni ezzel. Itt jól meghatározott a freki, hiszen az energiaszint különbség meghatározza, de az, hogy milyen intenzitással jön ki, az nem. Ehhez kellett a fizika, ehhez kellett egy olyan, úgy mondják ezeket, hogy populáció szabályozás, fel kellett pumpálni, olyan anyagokat kellett létrehozni, amiben sokkal több elektron van gerjesztett állapotban, mint alapállapotban, és el kellett oldani, hogy ők kb. Egyszerre kontrollált időközönként csorogjanak le. Ehhez egyébként egy tükörből készült doboz kellett. Na, és akkor így eljutunk a harmadik kérdésedhez, hogy mi ezzel a gond, hogy ezt nem tudjuk általában egy nagy energiai lézert beletenni a zsebünkbe. Meg hogy mondjuk megfogni meg ilyenek. Hát azért, mert mindeközben, hogy történik ez, ez az erősítés, ugye a lézer maga, akkor már mondjuk ki, hogy mit rövidít, ugye mert a lézer az eredetileg egy betűszó, egy rövidítés, ugye? Azt te el tudod mondani? Jó, tehát akkor nézzük csak, ugye light amplification, az a LA, és akkor most utána az jön, hogy vajon milyen emission, hogy van? Hogy van? Light, kár volt ebben belemennünk. Na mindegy. Valamilyen emission of radiation. Hogy nagyon? Nagyon helyes. Light emission. Élőközönség. Hát, igen. Nem vagyok van ilyenre hálózat. Ja, nem vagy. Nem, ezt igazából a saját fejemből megmondom mindjárt. Addig azon van, csak azt akarom mondani, hogy miközben az ember ezt csinálja, közben rettenetesen felmelegszik a cucc. Tehát, és ezért aztán ahhoz meg iszonyatos mértékű hűtés kell, tehát mi például a laborban egy elég nagy energiájú lézerrel dolgozunk, és hát arról van szó, hogy hát konkrétan lehet érezni azt az iszonyatos hőt, amit lead, pedig a stimulated közben eszembe jutott, de köszi, azt mondod, igen, ő is azt mondja, köszönjük,
kedves közönség segített, de közben meg is lett nekem is. Tehát a light amplification by stimulated emission of radiation, tehát fényerősítés gerjesztett emisszió által. Ez a gerjesztés, ehhez kellenek a tütrök. Tehát ezért a laser pointer, ami mindenkinek van otthon, az kb. Igazából úgy néz ki, hogy van két tükör. Abban a két tükörből rendszerint az egyik félig elteresztő tükör, tehát hogy az egyik irányból ki tud jönni a fény, de egy kicsit vissza is pattan, és akkor ott jobbra-balra pattog a fényjelem, és szépen fokozatosan felerősödik. Na de az a baj, hogy miközben fel is melegszik. Tehát mindenki tudja, hogy a pici lézerpointer is rohadtul fel tud melegedni, mert miközben a fény ide-oda pattog, felmelegíti részben a cuccot magát. És hát, hogyha nyilvánvaló, hogyha nagy energiájú lézer, akkor az meg rohadtul felmelegszik. És hát itt beleütközünk egy elég súlyos problémába. Viszont, ha már Star Wars, akkor azért jegyezzük meg, hogy nem biztos, hogy az minden. Tehát ugye ők nem mondják azt, hogy lézer, úgyhogy adnak kiutat. Vagy mondják? Nem. Soha, régesen, egy messzi-messzi galaxisban soha nem használták volna azt az amerikai betűszót, hogy light amplification by stimulated emission of radiation. De lehet, hogy mivel kifondan át. Az már régebben volt, lehet, hogy a tudósok abból merítéztek. Na de félretérek a lézer. Szóval nem biztos, hogy az lézer, mert ők ugye lightsabernek hívják, azaz fénykardnak például azt a bizonyos cuccot. Igen. Hú, itt Star Wars-osok vannak. Fénykard, lézerkard, nem mindegy a nem, dolog, mert itt megnincsenek minket. Fénykard, nem kell. Igen. Köszönjük. Na tehát azt mondta itt egy hallgató, hogy itt vannak ilyen generációs különbségek itt igazából, hogy mennyire hardcore Star Wars fanok mit mondanak és mit nem. De gondolom ez a fizikát nem befolyásolja. De abszolút, mert hogyha lézerkardnak hívjuk, akkor abból következik, hogy az lézerkard, és akkor a lézerről kell beszélnünk, de van olyan alternatív hipotézis, hogy az lehet egy forró plazma. Mint hogy nem mondják, hogy nem az. Hát valami világító cucc, amiben sérüléseket lehet okozni, ugye? Ennyit tudunk. Igen. Nem biztos, hogy lézer. Legyen lézer? Hát szerintem ebben nem menjünk bele, mert itt vitákkal fogunk becsolódni. Generációs kérdéseket feszegetni. Akkor ilyen esetekben kérhetnénk, hogy valamit oda küldjünk, hogy a rádióhallgatók is hallhassák? Igen. Ha valami gyerekkorban... Tudod annyira hangosan beszélni, hogy mindenki hallja szerintem. Én azt javasolnám, haladjunk az eredeti szöveg szerint is angol, ami viszont fényszabjának hívja, úgyhogy legyen fény. Fényszabja. Így van. Na persze, a lézer elbetűje is fény. Hát fény az mindenki, tehát viszont ez azt jelenti, hogy akkor viszont a plazma is szóba jön. Na, az könnyít a helyzetünkön? Hát nem, nézzük először a lézert. Amúgy könnyít. Tehát ugye az a gond az egésszel, hogy arra már bizonyára mindenki rájött két dologra, aki látott lézerpointert. Mert egyébként minden lézer olyan, mint a lézerpointer, az is, amivel műholdakat lehet szétlőni, vagy embereket felültesen. Tehát, hogy abban a szempontból, mint mondtuk, ez egy koherens fényjelenet, egy irányba küldi a fényt, pont azért poén. Tehát, ha csak nem éppen egy televízipipázott helyiségben vagy egy kötkamrában, akkor oldalról nem látszik, mint hogy a lézerpointer sem látszik útközben a fényjelen, hanem azt látod, hogy egy pötty megjelenik ott, ahova világítasz. Ugye a Star Wars-ban általában nem ezt látjuk. Aztán persze a másik dolog nyilván a lézerpointerrel egybevetve egyértelmű, hogy az is van, hogy a lézer, annak nincs vége valahol, a lightsaber, a fényszabják vagy fénykardok, azok ugye pedig olyan dolgok, amik kb. Egy méter hosszúak ránézésre, de aztán ott határozottan végük van valahol. Na most az ember egy koherens fénynyalábot, például egy lézert, azt hogyan oldja meg, hogy egy adott ponton vége legyen? Hát erre vannak ilyen gagyi ötletek, amik kicsit kiábrándítóak nyilván, hogy tükörrel. Tehát, hogy persze látjuk, hogy a Star Wars-ban nem úgy küzdenek a lények, emberek meg egyebek egymással, hogy így
van egy hosszú rúd, és akkor bekapcsolják, és megjelenik a lézer. De például az simán lehet, hogy nem látjuk, hogy amikor azt mondja, hogy vagy ilyen hangot, tudod, amikor bekapcsolják, vagy mi, akkor az simán kitolódhatna az elején, egy úgy, mint a régi rádióknak az antennája, ilyen teleszkópos, kimegy egy pici tükör, csak nem látod, mert olyan gyorsan van. Remélem, hogy rúd és egy tükör van a végén. Na, ekkora ötlet. Tehát persze kérdés akkor, hogy miért, de egyébként nagyon kell vigyázni, mert persze azzal meg nagyon könnyen megvágod magad, mert minden szóval... De akkor mindent megoldottunk, Miklós. Nem. Ez is egy kérdés volt, hogy hogy csörtetjük össze a lézert. No, ez egy nagy kérdés. Hát ott van az a teleszkópos cucc, akkor ezzel... Ja, igen. Akkor simán feltaláltuk a bazárban kapható világító LED fénykardot tulajdonképpen, de ez ennél jobb a helyzet. Van egy kérdés, vagy egy hozzászólás, inkább jaj, de addig majd beszéljünk erről, hogy hogyan érhet össze két fénykard, mert ez is egy fontos kérdés. Ez be van? Nekem azt mondja a kérdésre, hogyha van ez a teleszkópos tükör valami, akkor ez miből van, hiszen egyébként nem látták a fénykard úgy, hogy szerintem ez nem lehet sírni. Szerinted sem. Hordózisztisztán. Igen, de állítólag... Biztosan egy messzi-messzi galaxisban mindent megoldható, ad abszurdum, azt is mondhatjuk, hogy a fizika törvényei máshogy működnek, de ez kicsit olcsó megoldás tudnak persze. Illetve, hogyha vissza, nem is az a kérdés, hogy az miből van, hanem ha visszaverődik, akkor tökön szúrja a saját kibocsátó egységét, hiszen akkor azt is átvágja. Ugye tehát itt azért van baj. Viszont azt is mondták sokan, egészen prominensen, ugye az is logikus, hogy amikor mi elkezdünk két lézerpointerrel lézerkardozni, mondjuk, vagy fénykardozni, de ez esetben a lézerkard is korrekt kifejezés, akkor nyilván két baj történik, egyrészt szembevilágítunk egymással, másrészt viszont olyat, hogy így összeér a két kard, és ellentart egymásnak, ugye olyat nem nagyon csinálunk, mert azt nem szoktuk látni, hogy a fény nyomja. De az a vicc, hogy igazából ettől még lehetne lézer, ugyanis amiről beszélünk, azt a fizikusok úgy hívják, hogy foton-foton szórás, vagy gamma-gamma scattering, gamma-gamma szórás, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a fényen is szóródik, csak azt kell, hogy mondjuk, hogy a hétköznapi energiaszinteken, amiket mi itt érdekelünk, nagyon kicsi hatáskeresztmetszettel, vagyis ez azt jelenti, hogy itt is ugye ez tök kész csoda, hogy mi látjuk itt egymást, hiszen keresztbe is mennek fotonok, és mégis azt látod, aki szembe ül, holott, hogyha mondjuk ezek kis golyók lennének, atomok, vagy mit tudom én mit, akkor ők szétszóródnának, nekiütköznének egymással, és eltérülnének, és ilyesmi is történik. Csak hogy tényleg az a csodája a világnak, hogy a fotonok úgy általában nem így viselkednek, és ezért bizony tényleg látjuk egymást, és ezért úgy általában, hogyha nekiállnánk két ilyen, hogy hívják, zseblámpával fénykardozni, akkor ugye nem éreznek semmit, amikor a két fénynyaláb keresztezi egymást, de nagy energiákon ennek a gamma-gamma szórásnak a hatáskeresztmetszete bizony nagyon megugrik, tehát megnő, tehát igen, létezik olyan nagy energiájú fény, és azért is írják gammának, mert ez jelenzően már olyan a legnagyobb energiájú fotonok, tehát a gammasugárzás tartományában van, ahol már tényleg ütköznek, számottevő valószínűséggel össze tud ütközni két foton, és eltéríteni egymást. Szóval ilyen van, tehát hogyha akkora energia van, akkor bizony lehet ilyet csinálni, hogy két igazi fényből, tehát lézerből készült kard, úgy ellentart egymásnak. Hát ezt tökélye nem vártam, hogy ilyen optimista leszel. Ez optimista? De a fénykardot, lézerkardot, azt keresztet vetettem. Jó, már csak azt kéne megoldanunk, hogy a világegyetem összes energiáját, hogy ami ehhez kell, azt hogyan rakjuk be egy ekkora engedet. Nem lehet úgy megcsinálni, hogy a falba bedugjuk a fénykardot, akkor kardozni megyünk. Na, vannak kit ötletek. Egyébként a Csaba a mérnök. Tehát ezeket neked kell tudnod az ilyen megoldásokat. Halálcsillagon biztos van reaktor. Jaj, micsoda átkötés akar ez lenni, de várjál. Azt mondják egyébként, hogy 160 000 innovációs része veszünk, de az segít egyébként a fénykard meghatározásában, hogy egyes képek szerint a fenék vonzák egymást? Igen.
De ez inkább a másik irányba utat, mert a fény az nem vonza a fényt, viszont ha plazmából lenne, ami a B opció, hogy ez igazából nem is fény, az ugye rögtön egy jobb megoldást adna arra, hogy miért egy méter hosszú, és nem kell hozzá ez a béna tükör. És azt hívják, hogy plazmából van a nyalára. De gondolj bele, hogy az a plazma az töltött részecskék, tehát hogyha van egy pozitívan töltött részecskék, szóval van egy negatívan, hogy akkor ez nem összeröl. Plazma, tehát itt van a tudományos háttér. És a plazmához az kell még, hogy az kb. Ha így izzad, amit ahogy ott látjuk, az úgy kb. 360 ezer fokos, tehát simán levágja a Luke Skywalker kezét, amit most már megtudtuk Mark Hamilltől, hogy az Adams Family egyik szereplője az úgy jött létre, azt tudod. Na, kérdés, hozzászólás. Mellett miért lehet, hogy egy egyik képregényekben még látható is fordítani? Szóval ez lehet, hogy inkább a plazma felé terelni. Ez így van. Ugye a plazma természetesen világít, tehát fénylik, de önmagában nem fény. Tehát ilyen módon a lángpallos, az meg egyes paromion hangzik. Paromion. Ez mi? Flame Saber? Nem tudom, mindent, remekül hangzik, én megvettem a lángpallos ötletet. Ugye, azzal, ugye, az, ugye megoldás kell az a probléma is, amit elkezdtem mondani, hogy lehet egy méter hosszú véget érő pengét csinálni. Hát nyilván csak, idézőjel bezárva, egy rohadt erős mágneses tér kell, ami bent tartja abban a tartományban. És akkor persze tudják egymást vonzani is, mert a töltött részecskék tényleg tudják egymást vonzani, és össze tudnak tapadni a karban. Hát igen, ahhoz persze megint az a kérdés, mint az összes ilyennél, ami még a 150 ezer évnyi, vagy mennyi innovációt mondtál. Szóval amihez arra szükség van, az még az, hogy az egészet hogy rakjuk be a zsebünkbe. Igen, és ott hát ne nyíljon ki a zsebünkben a fénykart, inkább csak a bicska. De akkor, ha már beharangoztam a halálcsillagot, akkor térjünk is át erre. Ugye mit látunk ott a filmben? Azt, hogy egy egész bolygó felroppan attól a hatalmas nagy lézer? Bocsánat. Na, kezdjük előről. Nyalámtól, energia nyalámtól. Itt amúgy, bocs, most eszembe jutott az animáció, ahogy abban a parabola antennaszerű bájos bemélyedésből összefut valami, és úgy ki. És hogyha aztán látod oldalról, hogy fénylik, vákumban, már pedig azért feltetted, hogy ott vákumban, akkor az tuti nem lézer. Hát ilyet. És ott egy csávó is nézik, bár ő nem vákumban van. Ott a folyosón áll, és egy ilyen furcsa fejfedő van a kollégán, és ott a lézer a fény alá mehet át. De hogy működhet ez az egész? Ugye itt kiszámolták nekünk, van egy jó forrásunk, hogy mennyi energia kéne, mondjuk egy földméretű bolygónak a felrobbantásához. Miklós, ez a számítás, ez mind alapulhat, milyen energiaszintet kell megérni ahhoz, hogy egy bolygó ilyen nagyon látványosan felrobbanjon. Igen, szerintem igen. Tehát elsősorban ezt a bolygót a gravitáció tartja össze, ami az egyik az alapvető természeti kölcsönhatások közül a leggyengébb. Tehát leggyengébb, tehát 10^42-szer gyengébb, mondjuk két elektron között a gravitációs vonzás, mint az elektromos taszítás. Tehát igazából annyira jelentéktelenül pici erő a gravitáció, hogy igazából el is lehetne hanyagolni, ha nem lenne egy fantasztikus tulajdonsága, hogy nincsen negatív gravitációs töltés. Tehát nincs olyan, hogy az elektronoknál van ilyen, hogy meg a protonoknál, meg ezért vannak pozitív, meg negatív töltésű részecskék, de a negatív tömegű részecskéről eddig még nem tudom. Tehát ezért aztán olyan nagy léptékű méretekben, mint a Föld, végül is azért a gravitáció győz, mert minden más hatás az úgy kiegyenlíti egymást, mert vannak pluszosok is, meg mínuszosok is, hiába sokkal erősebbek, de úgy átlagban az kinullázódik, hogyha van itt 10^30 darab részecske, vagy nem tudom mennyiből áll a Föld, kb. Valami ilyesmi lehet, vagy még több. Na és akkor viszont az van, hogy a Földet, tehát a gravitáció tartja egybe. Tehát azt kell kiszámolni, hogyha ezt az egészet szét akarjuk robbantani úgy, mint a filmben. Majdnem mondtam volna, hogy hova, de szerencsére jobban megoldotta. Tehát, hogyha szét akarjuk nagyon alaposan robbantani, azért minimum annyi energiát kell vele közölni, mint az egész gravitációs potenciális energiája, ami ott abban a
térrészben tárolva van, és biztos abból jött ki az a szám, amit mondtál. Igen, nem írtam föl direkt számot. De nem írtad föl, de valami 10-22-en zsúl, vagy milyen nagyság. Nagyon nagy. Ez pont az a szám, ami a napnak egy hét alatt kisugárzott teljes energia mennyisége. Ezt kéne koncentrálni úgy, hogy az pár másodperc alatt ezt a bolygót szitává lője. Most itt a forrás az megadta, hogyha ezt így meg tudnánk oldani, akkor ugye olyan energia jönne létre, ami egy ilyen hold méretű mesterséges objektumot, az 78 km per szekundúra gyorsítaná fel a másik irányba, amint ez a tüzelés ugye megtörtént. Hát aki lőtt már puskával, az érti, hogy miről van szó, tehát a visszarúgás. Igen. Tehát ezt itt lehet, hogy ennek is egy ilyen ellentartást. Önnyi gondja van aki, hogy nem repült el utána a halálcsillag 78 km per másik. Én nem láttam a filmet. Mert egyébként a csillagászok mostól találtak megint egy másik naprendszerből jövő objektumot, amit ilyen több 10 km per másodperces. Ez egy halálcsillag, ami szépen. Hát elég messze van, úgyhogy még akár az is lehet. Lehet, hogy ezek úgy jönnek, ezek ugye még tavaly előtt volt az Oumuamua nevű. Ezért furcsa szivar alakú kisbolygó, ugyan már szivar alakú kisbolygó, tehát nyilvánvalóan egy műhajó volt, na? Bolygó alakú szivar. Na jó, de akkor most megjön egy másik, tehát lehet, hogy pont ez történik. Szétlőttek egy bolygót, és akkor elrepültek tőle a világ végére. De ez vele az egyetlen baj? Látom, te nagyon fölkészült. Nem, de erről a Holdról egyébként eszembe jutott, hogy volt az Alpha Hold bázis nevű sorozat, ott megszökött a Holdunk, tehát ott is történt valami robbanás, és elindult egy már teljesen másik irányba. Azt már emlékszem a cselekménybe, hogy mi váltott ezt ki, de erről szól a valamilyen hulladék robbanás. Hulladék, na már vigyázzunk a hulladékkal, ebből is látszik, mert a végén még... Igen. Szóval. Ráadásul ugye azt mondtad az előbb, hogy azért itt nem csekély és nem elhanyagolható az a hőmennyiség, ami már egy lézer point ennél is keletkezik. Most egy ekkora nagy átmérőjű nyalábnál egészen biztos, hogy a környezetben minden megsemmisülne a hőhatás következtében. Tehát ez a fajta halálcsillag ebben a formában hát nem kivitelezhető, ne kezdjenek vele. Igen, mert nem elég nagy a felülete ahhoz, hogy leadja azt a bazi nagy hőt. Igaz? Tehát, hogy ugye az, hogy annyi... De én azon gondolkoztam, hogy nem muszáj lézerrel működnie, hisz, vagy nem muszáj, na, szóval, hogy vannak ilyen dolgok, hogy... De ez lehet, hogy az a forrás is írta, amit te küldtél. Bizony, van remény. Anti-anyag. Van remény. Azzal mi van? Az van, hogy lényegesen kevesebb energiára lenne szükségünk ahhoz, hogy anti-anyag fegyvert készítsünk. Ráadásul a robbanáshoz szükséges üzemanyagnál is takarékoskodhatunk, hiszen a felét azt magának a bolygónak az anyaga fogja biztosítani számunkra. Így már azért nem olyan kétségbejtő a helyzet. Kiszámolták itt nekünk a cikkben szépen, hogy ahhoz, hogy mondjuk egy földméretű bolygót antianyaggal el lehessen pusztítani, ahhoz egy egészen kisméretű aszteroidának a mérete is elég lenne, hogyha ott igen, mert ugye, nem ugye az anyag-antianyag találkozáskor, ugye azt úgy képzeli Móriczka legalábbis, hogy van az anyag, meg az antianyag, és a kettő összetalálkozik, és kölcsönösen megsemmisítik egymást, de nem ám úgy, mert igazából semmisülni semmi sem semmisül meg, hanem lesz belőlük nagyon sok fény, gamma, fotonok sokasága természetesen, amikről ma már beszéltünk. És hát ugye ebből persze azt következne, hogyha teljesen szét akarnánk sugározni az egész Földet, ahhoz nyilvánvalóan egy földnyi mennyiségű antianyag golyót kéne gyártani. Az már egy nagy kihívás sok szempontból. De ezért mondod, hogy elég egy kis bolygó méretű antianyag, mert igazából mi nem szét sugározni akarjuk az egész Földet, csak szétrombolni. Ugye? Tehát éppen ezért nem kell egy földnyi méretű, csak annyi, hogy úgy jól szétrobbanjon, de nem baj, hogyha marad belőle néhány kavics szétszorva a naprendszerben. Vagy az még jó is, a filmben az jól mutat. Jól mutat, igen. Na most az antianyag gyártással ugye az a baj, amint azt gondolhatják az emberek, hogy antianyagok az elég
tud keletkezni antianyag, az nem egy annyira egzotikus valami, hogy ilyet még senki nem látott, hiszen rengeteg olyan fizikai folyamat van, ilyen-olyan bomlások, bétabomlás, inverz bétabomlás, ahol keletkeznek például pozitronok. A pozitron az olyan, mint az elektron, csak pozitív a töltése. Ő például az elektron antirészecskéje, tehát ha egy elektron egy pozitronnal találkozik, akkor megsemmisülnek, vagyis kettő gamma fotón keletkezik belőle. Na pont ez a vicc, hogy akkor egy ilyet hogyan tud az ember tárolni. Tehát az antianyaggal az a baj, hogy azt nyilván nem teheted bele egy anyagból készült dobozba, amíg összegyűjtöd a kellő mennyiséget, hogy felrobbansd a Földet, mert ugye ott azonnal hozzáér a dobozhoz, ami anyagból van, és akkor puf. De hát van nekünk a Földön ilyen antianyagtárolónk, ha jól tudom. Igen, van. Csak ahhoz is persze, minthogy ezek töltött részecskék is, ezért az viszont egy megoldás lehet, hogy mágnes, ugyanúgy, mint ahogy a plazma üzemű fénykard esetében is emlegettük, a mágneses terek azok jók, mert tudnak egy helyben tárolni dolgokat, viszont megint ott tartunk, hogy viszont bődületes az energiaigényük. Tehát míg te szépen lassan legyártod a megfelelő mennyiségű antianyagot, és valamilyen módon berakod az antianyag csapdába, akkor igazából hát a várható az univerzum eddig életkorának jóval többszöröse kell ahhoz, hogy összegyűjts bármilyen jelenleg ismert módon annyi, amennyi neked kéne. És persze még sokkal több energia. Tehát ezt nem tudom, hogy a számítás, amit olvastál, az tekintetben vette az antianyag előállításának és a tárolásának az energiaigényét. Hát ezt nagyon egyszerűen megoldotta, ugyanis azt írta, hogy hát egy olyan fejlett civilizációnak, mint a birodalom, ez már nem lehet probléma. Ha csak úgy. Arra gondolunk, hogy itt fényfeletti sebességgel, hipertérben közlekednek a járművek, akkor miért pont ne az antianyagot ne tudnánk tárolni? Igen, ez minden ilyen parallaxis kerekasztalnak a létjogosultságát, ez az egy mondat, ez végleg. Végleg keresztül húzva, mert mi szoktunk itt beszélgetni görbült télidőről, meg hipertérugrásokról, meg felizékről, mindenféle marhaságokról, de ez az univerzális duma, ez mindig jó. Továbbá ugyanilyen univerzális duma lehetne az is, hogy réges-régen egy messzi-messzi galaxisban senki nem garantálja nekünk, hogy a fizika törvényei ugyanolyanok voltak, mint itt és most. Hát mindenki abba hagyhatja a károgást. Hát Miklós, a felét azt mi tudományosan letesszük, a másik felét azt meg tegyék le a forgatókönyv kis asztalra, és akkor szerintem összejönnek ezek a kérdések. Na de, Star Wars mellett a Star Trekben is azért elő-elő fordulgatnak az energia nyalábok, sőt, hát a Star Trekben azért kronológiailag előbb volt, hiszen a pilotban, az 1964-es Cage-ben már megjelent a phaser. És egyébként most mondtuk, hogy ez csak 4 évvel volt a lézer felfedezése után. Igen, de ezt a közönség sajnos nem is láthatta, mert a Cage-et nem mutatták be a tévében, úgyhogy csak 2 évvel később látták a The Mentrep című epizódban. Viszont addigra már megelőzte őt a Lost in Space, ahol már konkrétan lézer karabélyokkal rohangáltak az emberek. De a Star Trekben azért elég sokféle felhasználása van az energianyalábuknak. Ugye van egy olyan például, hogy vonósugár, hogy más nem mondjak. Igen. Star Trek is van egy, ugye? Igen, Tractor Beam. Mert én sosem láttam még magyarul Star Trek-et, ezt elmondom, hogy mondjam, hogy vonósugárnak fordítják. De most teszem, hogy a Star Wars-ban is mintha lenne, mert a Millennium Falcon a halálcsillagra, mint hogyha azzal mondtatták volna be. De a Star Wars-ban ez nem látszik, tehát nem volt semmilyen vizuális megjelenítés, ellenben a Star Trek-kel, ahol meg igen. Na most mi ennek a gyakorlati... Hogy működik a Tractor Beam? Én nekem van erre egy beteg ötletem, de te addig mielőtt ezt elmondanám, te olvastál valamit? Nem. Például van egy Physics of Star Trek című reménykör. Benne, hogy lesz beteg ötleted, és van. Most csak magunk között vagyunk, így te nem is mondhatod. Jó, oké, tehát a Tilos Rádió hallgatói most nyugodtan fogják be a fülüket. Tehát ugye arról van szó, hogy valamit függetlenül, aminek nincs elektromos töltése, mint például egy űrhajónak. Még nem is biztos, hogy fényből van, mert a Star Trekben köveket is tudnak traktorbeammel mozgatni, meg jégdarabokat, emlékeim szerint.
Tehát nem az, hogy egy mágnes bekapcsolsz, és akkor fúgy, mondom, hogy az Enterprise, ez sokkal egyszerűbb lenne, de egy jó kis elektromágnes. Ilyenféle járulékos törmeléken. Igen, de szelektív és irányított dolog, és nem függ attól, hogy miből van a cucc, csak legyen tömege. Én ezt vettem le, hogy ezeket kell tudnia egy traktorvégnek. Na, hát ez ugye nehéz, viszont ez egyetlen, a legyen tömege, az már sugal valamit, hogy ezt már pedig gravitációsan kéne megcsinálni. Gravitációs traktor. Most a gravitáció az egy kicsit más, mint az összes többi erőhatás, vagyis majd kiderül, hogy nem is annyira más, de mindegy. Szóval, hogy Einstein azt mondta, hogy a gravitáció az nem más, mint a térítő görbülete. Tudniillik, a dolgok, például a Föld, amikor kering a nap körül, amiről ugye tudjuk, hogy a gravitáció miatt van, az nem azért csinálja, mert hogy mit tudom én, érez távolból bármit, ő csak egyenes vonalú egyenletes mozgást szeretne végezni, mint minden tisztességes rendszer, a saját, minden tisztességes test a saját inercia rendszerében. Egyenes vonalú egyenletes mozgást szeretne végezni, és azt is csinálja. Mert hogy ez a galád nap, ez úgy begörbíti a téridőt, hogy a legegyenesebb vonal, amit ott tud húzni egy dolog, miközben mozog, az éppen ez esetben egy ellipszis pálya. Tehát ezt úgy lehet egy kicsit megérteni, hogy a nap gravitációs potenciálja az olyan, hogy abban nem tudsz ennél egyenesebben menni lényegében. Most egy kicsit lődni, amit mondok, de hát valami ilyesminek kell elképzelni a téridő görbületét. Na már most a téridőt természetesen lehet görbíteni energiasűrűséggel is. Tehát nem csak tömeggel, hanem energiával is, hiszen ugye tudjuk, hogy az energia és a tömeg között van bizonyos ekvivalencia, ugye ezt pont az Einstein tanította meg, és akkor ez azt jelenti... Pólókra is ezt ráírták, azt hiszem. Igen, a pólókra mindig rejlek, hogy egyenlő MC négyzet, és hát valójában ugye ez így ebben a felírásban ugye csak részben igaz, mert kéne még egy nevező is, meg egy, sőt, egy sokkal, na mindegy, hagyjuk. Majd egyszer leírom neked a szép gyökös formulát. Óra nem fél. De ráfér, simán ráfér. Na, szóval, visszatérve ahhoz, hogy valójában, hogyha valahol forgatunk valamit, például mondjuk egy pénz darabot, vagy akármit, akkor ott a forgási energia, ami ott egy adott helyen korlátozódik, ott éppen növeli az energiasűrűséget, magyarul görbíti a téridőt. Tehát az, a pörgő-forgó ember közelében jobban görbül a téridő, mint az egy helyben álló ember közelében. Meg persze a tömeg is, tehát a legjobban a nagyon gyorsan forgó és nagyon nagy tömegű ember közelében. Na és akkor ez van. Ne forogjunk nagyon gyorsan. Igen, ne forogjunk egyáltalán, ne forogjunk nagyon gyorsan. Igen. Na most az van... Kérem, nem görbíts itt a teret. Igen, nem uram, görbíts a teret máshol. Ez egy jó dolog, nem? Na, szóval az van, hogy olyan azt tudnánk csinálni egy traktorbeam, hogyha valamilyen módon lokálisan mindig a vontatandó cucc előtt tudnánk görbíteni a téridőt, akkor ő mindig azt érezné, hogy neki arra kell mennie. Tehát bevonódna. Tehát azt kéne csinálni, hogy ilyen mérnöki módszerekkel, mondjuk odasugárzott anyaggal, vagy én nem tudom micsodával, de ők ilyet is tudnak, ugye? Tehát aki tud transportálni, ugye, akinek van ilyenje, már pedig a Star Trek-eknek van, az azt is meg tudja csinálni, hogy valami nagy energiasűrűségű rendelkező dolgot oda transportál az űrhajó, vagy a vontatandó cucc elé. És akkor az úgy húzza maga előtt, amely szerencsétlen nem tudja, hogy mit csináljon, csak megy arra. Ilyenővel az kisebb tárgyat fel is transportálnak magukhoz. De persze, oké, jó, tudnak vontatni csillaghajókat ezen a módszerrel, úgyhogy... Van létjogos nincs. Hát figyelj, én ennél jobbat nem tudok, de szóltam előre, hogy beteg lett. Igen, szerintem Miklós, te mindent megtettél, abszolút fel tudtak menteni. Kérdezem a Tilos Rádió hallgatói, mennyit hallottak eddig belőlük, mert van még a tansolyukban. Tilos Rádió hallgatói eddig 38 perc. Nyilván. Akkor még kíváncsiak több dologra is. Például a Star Trekben
különböző fokozatok vannak, és erről egyébként nem beszéltünk a tényleges lézer fegyvereknél, hogy milyen lehet ennek a pusztító hatása vajon mondjuk egy szilárd testet kilelő fegyverhez képest. Star Trekben megjelennek ilyenek, például egy kámító fokozat. Ezzel mit kezdjünk? Ugye az még rendben lévőnek tűnik, hogy valakit elborzasztanak mondjuk egy disztruktorral, vagy egy fézerrel. Azt hiszem, hogy... Tehát szerinted ez így rendben van. Igen, ez is. Ja, oké. Ebben most belegyalomoltam. Oké. De lehet, hogy te mindenféle szinten meg fogod tudni ezt számolni tudományosan. Mint morális, igen. De az nekem hihetőbbnek tűnik, hogyha valakit elporlasztanak, mint hogyha valakit elkábítanak egy fézerrel. Nézd, hát elporlasztani, elkábítani, elporlasztani azt lehet. Vagyis ahogy mondtad, hogy te is jól mondtad, tehát ez sima ügy. Olyan értelemben, hogy igen, ezt jelenleg is tudja megtudni. Ki kell számolni, mekkora energiaszintet. Nem, hát most megint visszatérünk arra, most, hogy keverjük az univerzumokat össze-vissza. Tehát, hogyha mondjuk megállapodunk... Ez a rendezvény, ez erről szól. Így olyan pontosan. Tehát, hogyha ha megállapodunk abban, hogy mondjuk egy ilyet, de annyira jól hangzott, hogy volt lángpallos. Lángpallos. Hogy egy lángpallos plazmából van, akkor az 360 ezer fokon ézik, olyan magas hőmérsékleten kb. Minden anyagnak ugyanolyan a fajhője, ugye? És akkor ebből meg az következik, hogy igen, az bármiből is készült az a 360 ezer fokos plazma, hogyha oda tartod, akkor így elpárologsz, elporlansz, úgy mondtad? Elporlansz, igen. Szóval ez így hihető. Nem senki ne gyalogoljon be például egy tokamakban megnálnak, ugye egy fúziós kísérleti reaktorban, mert az például pont, az mondjuk több millió fokos plazmát forgat körbe. Szóval igen, a kábítás, hát ez a fúzió most, ha már így megszemlődött, van ez a tokamak, ott el kísérletezgetnek ezzel, meg ott ez úgy hegyeg. De mi a helyzet most a fúzióban? A tokamak az nem egy hely, hanem az egy orosz rövidítés, és annak a konstrukciónak, amikor nem egy fénykard alakú tartományban, hanem egy tórusz alakú tartományban, tehát a tokamak az oroszul van, és most nem fogod tudni elmondani, de valószínűleg a tokamakból az a tórusz, vagy toroidális, mert azt jelenti, hogy egy úszógumi alakban megy körbe-körbe a plazma, és akkor azt tartják bent mágneses térre, sikeresen, mert az, ott is fennáll a probléma amúgy, és a fúziós cuccal is az a baj, hogy a fúzió az csak több millió fokos hőmérsékleten effektív. Energiamérlege még nekünk pozitív. Nem, így van, nem jön ki az energiamérlege, mert ahhoz, hogy, mert ugye mindent lebontana az is maga körül, a maga több millió fokával, tehát ebből az következik, hogy mágneses erőterekkel kell bent tartani, az viszont drága. Miklós, nyugtass meg minket, biztonságos ez a történet? Igen, az biztonságos. Jó, nyugodtunk. Igen. Na, azért pont azért biztonságos, mert ha valami baj történne, akkor azonnal elromlik a dolog, és gyorsan lerül, és gyorsan ízé. Tehát lehet... Egy szabályozó rendszer, hát mint egy atomreaktor. Mint ami egy jobbfajta atomreaktor. Hol tartottunk? Nagyon elkanyarítottam a dolgot. Hát én ott tartottam, hogy a kábító fokozatot én nem tudom elképzelni. De ha csak nem úgy működik, mint a Men in Black-nél, de akkor már tényleg keverjük az univerzumokat, ugye? Őre föl kell venni Men in Black-et is a rendezvény. De hogy hívták ott a csoda device-t? Az, amivel villantó van, meg gondolsz? Igen, villantó. Villantó? Igen, nem tudom. Szóval, hogy ugye az van az, de ez az pontosan. Na, szóval az van, hogy azzal lehet végül is ez egy kábítás. Elfelejtesz valamit, azt se tudod, hol vagy. Tehát akkor ez egy pszichológiai. Igen, szerintem ahhoz az agyhoz kéne érteni. Lehet, hogy kiderül, hogyha olyan frekvenciával villogtatsz egy fényforrást, akkor meglunkolsz tőle. Mint hogy egyébként epilepsziás rohamokat is ki lehet váltani villogással, tehát valami ilyesmi felé lehet támadni ilyen. Egy menekülő út, talán. Biztos, hogy így van már védelme a napszágy. Így van. Ja. Na, tehát akkor... Még akkor a Meatbusters-ben ezt úgy mondják, hogy cáfolva a kábító fokozat? Nem. Hát most adtunk neki esélyt. Várjál, van egy hozzászólás.
Hát, ha tudunk valamit a kábítón felhozatára. Ebből a nőtben mi is jó hozzászólások jöttek, úgyhogy most is. Most sajnos nem hozzászólások, hanem kérdések. Ugye, és ez az eredmény, ez egy sztárgépes, ami lehet volna, csillagokat is van, ilyen csodafegyver, amivel ha az eddig utatok, ha először Na ezt szoktam kérdezni mindig a Varga Zolitól, hogy mennyi idő kell, hogy elteljen a két lövés között, mondjuk valakit meglőnek, és két év múlva megint akkor az meghal? De ez csak trollkodás viszont. És hogy ilyet lehet-e? Hát, hogy ilyet lehet-e, meg hogy lehet, hogyha... Na hát, próbálkozzunk meg valamivel, igen. Egyébként azt hozzátok a lábán, ez egy pontosan, mert csillagkapuban van a vegyik alapú hidegfúzió. Ó, na hidegfúzióról tudok mesélni. A hidegfúzió az a 80-as években, amik is valószínűleg 90-es években is talán egy kicsit, tehát amikor pont a Stargate-be jött, akkor még nagyon... Van ilyen nagy hidegfúzió? Na ez az, hogy nincs, de egy számítási hiba miatt elég sokáig, elég sok fizikus rápörgött arra az ötletre, hogy úgy tűnt, hogy lehet nem több millió fokos hőmérsékleten, hanem bizonyos körülmények között akár szobahőmérsékleten, ad abszurdum, fúziót csinálni bizonyos körülmények között. De aztán, és ezért aztán persze a sci-fi irodalom is nagyon gyorsan átvette. Mert hát egy örült jó lehetőségben tűnt, csak aztán néhány éven belül kiderült, hogy sajnos egyszerűen arról volt szó, hogy valaki elszámoltak valamit, hát megesik az mindenkivel, ugye. Ja, szóval a hidegfúzió az tök jó lenne, ha lenne, de most nagyon úgy néz ki, hogy nincs. De egyébként tök jó, hogy belekerült a beszélgetésbe ez is, mert ugyanilyen alapon meg aztán kiderülhet majd, hogy mégis van. És akkor egy csomó mindent, amit korábban mondtunk, azt egy kvázi korlátlan és olcsó és nem hőt leadó energiaforrással ki lehetne elváltani, meg hogyha az Egelit meghívtuk volna ide ma, akkor biztos neki is lennének ötletei, de ez csak egy vicc. Pont ezért kérdeztem, mert ha jól tudom, akkor a fizika világában itthon is e körül a hidegfúzió körül meg most a mostanában, hát nem mostanában, de azért hallottam erről, hogy van csöktetés, van, hogy van vagy nincs, akkor ez... Az már inkább nem a fizikán belül van, de volt ilyen a fizikában, hogy annak már van 15-20 éve. Ez inkább ott van. Akkor inkább nincs, mint van. Hát fizikán belül nincs. Aztán persze vannak ilyen emberek, akik most elolvassák azokat a cikkeket, és belelkesülnek. És akkor aztán... Hát tudod, ha egyszer valamit lepublikálnak egy cikkben, akkor azt megcáfolhatod ezerszer. Lásd például oltás és autizmus körüli hálás vitatének, hogy egyszer lehoztak egy cikket, amiben volt egy hibás, nem szignifikáns mérési eredmény, amit aztán megcáfoltak 100 másik cikkben. De az a szerző az örülhet, mert hogy milyen sokat hivatkoztak arra a cikkére. Ja, biztos örül is, vagy nem tudom. Bár aztán ő maga is kijelentette, hogy az rossz. De ez nem gátolja meg az embereket abban, hogy újra és újra elővegyék, és robogtassák, hogy de hát ez megjelent a laptopból. Tehát ugye a tudomány az pont úgy működik, hogy lépésről. Tehát az, hogy egy cikkben le van írva, attól az még lehet rossz. A tudományban az a csodálatos, hogy ugye az emberek kijavítják egymás munkáját, és pont ettől halad előre, hogy erre van egy ilyen felület. Megírják, hogy éppen hol tartanak a hülyeségeinkkel. Úgyhogy... Ez olyan szép végszó lenne, hogy megkérdezem tőled, hogy ez lehet-e a végszó? Hát, én úgy gondolom, hogy lehet ez a végszó. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj különdíjával jutalmazott blog podcastjét az emtv.hu megbízásából az Impulzus Produkció készítette. Hamarosan jön a következő rész.